Marci az nálam még egy fél fejjel magasabb volt, a gépkocsi vezetőnk is egy magas, és egy nagyon pici kolléganőt kaptunk magunk mellé, aki próbált segíteni az intubált betegnél, és mondta, hogy hozza a monitort, és nem tudta le, mert szegény nem ért át a hordágyon a beteg fölött már a monitorért, még arra emlékszem, hogy végül is a kórházban azért meg is kaptuk a némiképp leszúrást, hogy nem a respirátorral együtt vittük, hanem beballonoztam a Soktalanítóig a délpesti kórházba ezt a beteget, és akkor az ápolóm és a gépkocsi vezető meggyőzött arról, hogy nem kell ezt a respirátort annyira erőltetni, 5 centire vagyunk az átadóhelytől, dugjuk át ezére ballonra, hogy azzal vittük be a betegünket. És te pupáltad közbe? Igen. És ennek nem örültek annyira a kórházba? Igen, ott megkaptam, hogy miért nem hoztam be a lélegeztetőgépet, ha már úgyis azon volt, és akkor mondtam, hogy most ez technikailag így volt egyszerűbb, meg kivitelezhető. Máltai Podcast. Történetek első kézből a másik emberért végzett szolgálatról.